Szép reggelt, szeretettel üdvözöllek titeket, és természetesen azokat is, akik otthonról tisztelnek meg a figyelmükkel, mert hogy a jelenlegi helyzet miatt nagyon sokan döntöttek úgy, hogy személyesen nem tartanak velünk, de az otthonukból kísérik figyelemmel ezt a beszélgetést, ami biztos vagyok benne, hogy nagyon sokunknak hatalmas értéket rejt magában. Úgyhogy én nem is szaporítanám a szót, inkább annyit engedjetek meg, hogy részben formálisan, aztán pedig a saját szavaimmal is hadd mutassam be ezt a három fantasztikus úriembert, aki megtisztelt ma azzal, hogy itt van velem, velünk, és olyan izgalmas és olyan sokszor nehéz témákat fogunk közösen átbeszélni, ami azt gondolom, hogy mindegyikünket erősen foglalkoztat. Az életünk különböző szakaszaiban másképpen és másképpen. Mindenkinek más lehet az, amit a mai napból hazavisz, de az biztos, hogy szerintem nagyon érdemes figyelni arra a sok-sok évtizedes tapasztalatra, ami itt a hármunk személyében összegyűlt az elmúlt évtizedek alatt. Engedjétek meg, hogy először dr. Daumer Bélát mutatassam be nektek, aki pszichiáter. Köszönöm. Következő. Azt gondolom, hogy a taps magáért beszél, de azért engedjetek meg néhány tényleg formális információt. Pszichiáter, pszichoterapeuta és jóga oktató. Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület elnöke, a Magyar Pszichiátriai Társaság alapító tagja. Ifjú korában találkozott a keleti tanokkal, majd orvos lett belőle, később pszichiáter, ezt követően figyelme a pszichoterápia felé fordult. Jelenleg posztgraduális képzés keretében pszichoterápiát tanít, jógát oktat, és módszerspecifikus képzéseket, többek között integratív hipnoterápiát, pszichodrámát, kognitív pszichoterápiát, asszertív tréninget és jógát tanít. Én nagyon röviden csak annyival egészíteném ki, hogy az én szememben ő egy élő legenda, és ezzel nem állok egyedül, mert nagyon sokaknak, amikor mondtam, hogy ő is itt lesz velünk, akkor ez erősen befolyásolta a döntésüket, hogy mai nap velünk tartsanak, úgyhogy köszönöm szépen, Béla, hogy megtisztelsz minket, és itt vagy a mai napon. Abban a szerencsében van részem, hogy személyesen tanulhatok tőle, és a múlt hét végén már jó párszor volt lehetőségem nagyokat sírni. Többek között neki köszönhetően, amiért nagyon hálás vagyok, mert ez egy nagyon komoly dolog, azt gondolom, hogyha ilyen mesterekkel veheti magát körül az ember. De folytatom is a sort Gánti Bencével, aki integrál szemléletű pszichológus és klinikai szakpszichológus. Az integrál szemlélet hazai elterjesztője, valamint nemzetközileg ismert alakja. A Wilberi integrál pszichológia és az integrál szemlélet hazai terjesztője szakmai és laikus körökben egyaránt. Az Integrál Akadémia alapítója és vezetője. A képzés szervezése és az előadások tartása mellett tanárokat képez, személyiségfejlesztő, terápiás és transzlégzés csoportokat tart, továbbá magánpraxisa keretein belül pszichoterápiás konzultációt folytat Magyarországon és Amerikában egyaránt. Alapítója és igazgatója továbbá az évente megrendezésre kerülő Integrál Európai Konferencia rendezvénysorozatnak. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, Bence! A Bencéhez is csak egyetlen rövid kiegészítést szabad tennem ezen formális bemutatás után, akkor ő számomra megtestesíti a hitelesség jelentését, vagy a mögötte lévő értelmet. Ezt most bővebben nem fejteném ki, de rövid ismerettségünk alatt azt tudom mondani, hogy minden egyes mozzanata integritásban áll azzal, amit mond és ahogyan tesz, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, engedjétek meg, hogy bemutassam nektek dr. Buda Lászlót, aki orvos, pszichiáter és pszichoterapeuta. Egykori egyetemi tanszékvezető tanár, aki kutató és oktató munkájában a pszichoterápiás és az alternatív gyógyászati ismeretek ötvözését és átadását tűzte ki céljául. Később önálló utakra lépve egyéni terápiás praxist folytatott, önismereti csoportokat vezetett, vezetői coachingokat és vállalati tréningeket tartott. Társaival megalapították a Magyar Szomatopszichoterápiás Egyesületet, melynek 3 évig elnöke volt. Szakterületévé vált a test és a lélek közötti gyógyító kommunikáció.
Az utóbbi 10 évben elsősorban az általa kifejlesztett két módszer, a szomatodráma és az ultrarövid terápia gyakorlásával és átadásával foglalkozik. Tanfolyamokat vezet, előadásokat tart és szakmai közösséget épít. 3 könyv, többek között a Mit üzen a tested és a Mit üzen a lelked című bestsellerek szerzője, és nem utolsó sorban 2 lányzó, nagyon büszke édesapja. Köszönjük szépen, Laci, hogy itt vagy velünk, és... Ha ilyen nagyon rövid, eszenciális kommentet szeretnék mindegyik formális bemutatáshoz fűzni, akkor Laci nekem a nyílt szívű az életemben, aki tényleg hihetetlen, hogy milyen őszinteséget képvisel mind a színpadról, amit hamarosan meg fogtok tapasztalni, mind a magánéletben, tehát a színpad mögött is, úgyhogy nagyon büszke vagyok a barátságunkra, köszönöm szépen. Szóval, hölgyeim és uraim, ez a 3 fantasztikus úriember lesz segítségünkre abban a mai napon, hogy olyan témákat érintsünk, amelyeket egyébként ti szavaztatok meg. Tehát titeket a leginkább foglalkoztat, és nagyjából törekedni fogok arra, hogy abban a sorrendben is haladjunk a témák között, a témák mentén, amiket ti leginkább azt mondtátok, hogy titeket érdekel. Természetesen azért egy némi szabadságot szeretnék hagyni magunknak és a beszélgető partnereimnek azzal kapcsolatosan, hogy ezt a sorrendet úgymond kicsit átlépjük. De tény az, hogy... mindenkinek egy adott kérdésre szeretnék lehetőséget adni, hogy a saját nézőpontját elmondja, és biztos vagyok benne, hogy ezáltal sokkal holisztikusabban fogunk tudni megnézni egy-egy témát. Mielőtt az általatok megszabadott témákon végigmennénk, hogy elkezdenénk ezzel foglalkozni, először engedjetek meg egy olyan kérdést, hogy ti a jelenlegi helyzetet hogyan élitek meg, emberileg, szakmailag, bármilyen szempontból, csak nagyon röviden néhány gondolatot, hogy megosztotok velünk. Béla, kérlek. Hát, ja, igen, ezt ide kell tenni. Ja, köszönöm szépen a bevezetést, nagyon kielégült a narcizmusom. Köszönöm. Tehát én 9,5 évig voltam falusi körzeti orvos, és hát végig csináltam egy csomó influenza járványt, tehát azért nem kell a szomszédba menni tapasztalatért. Hát azt gondolom, hogy ez egy mesterségesen előállított dolog, de az ideje, hogy létrejött, az valószínűleg nem véletlen. Tehát azért ebben a fogyasztói társadalomban kellett, hogy történjen valami. És hát ennek az lenne a lényege, hogy befele induljunk, nekifele. Ugye a fogyasztói társadalom arra vesz bennünket rá, hogy mindent kint oldjuk meg. Tehát vegyünk, cseréljünk, befektessünk, stb. És hát akik ti itt ültök, azok valószínűleg elindultatok már befelé. Tehát ebbe ez egy nagy segítség, ha így nézzük. És ha karmikusan gondolkozunk, akkor nincs rossz meg jó, hanem fejlődést segítő és fejlődést nem segítő dolgok vannak. Hát jó lenne, ha ez a járvány fejlődés segítő lenne. Egyelőre inkább a másik oldalát éljük meg. Hát nem volt könnyű ez az átállás. Ugye nekem sok képzésem futott, lelettek ezek tiltva, átmentünk offline-ba. Aztán most folytatjuk. Én nagyon díjazom ezt a második menetet, hogy nem tértünk vissza az elsőnek a túlzásaihoz. Hát, és várom azt, hogy ennek legyen valami megoldása olyan szinten, ami vírusellenes, tehát a tudomány kezd ezzel valamit eredményesen. Ugye sokat foglalkoznak vele, de hogy ez legyen eredményes. És talán, hogy visszatérjünk nem teljesen ahhoz, ami volt, hanem ez az elindult belső változások erősödjenek tovább. Hát én ezt segítem mindenféleképpen, és én személy szerint betartom a szabályokat, amik elő vannak most írva, és mást is biztatok erre. Hát meglátjuk, hogy hova vezet. Ennyi. Köszönöm szépen. Még annyit hadd fűzzek hozzá, hogy utaltam arra, hogy a múlt héten volt lehetőségem nád részt venni egy csoporton, és döbbenetes, hogy mennyi energiád van. Miután mi hazamentünk, akkor utána te még egy jogát megtartottál, és csak csodállak ezért, hogy honnan van ennyi energiád. Hát az keletkezett, hogy jogáztam.
tehát nem veszteség volt, hanem nyereség. Akármilyen dolgok történnek napközben, attól ez kiegyensúlyozódik. És hát ugye ez egy 2,5 óra, annak a végén én egész más egyensúlyba vagyok, mint előtte. Természetesen hát a dráma se mindig viszi el az energiát. Tehát ott belépünk azért olyan dimenziókba, ahol nagyon sok az energia, aminek nincs vége. Hát ha össze tudunk kapcsolódni, akkor kapunk egy kicsit. Úgyhogy hát ezt megélhetted. Ugye ez egy első találkozás volt ebbe a csoportba, és hát elég messze eljutottunk. Tehát hozzá tudtunk ezekhez az energiákhoz jutni. És a jóga szerint egy végtelen prána lehetőség vesz körbe bennünket az univerzumba. A kérdés az, hogy hogy tudunk ehhez csatlakozni, hogy tudunk kapcsolódni. Úgyhogy mindenki előtt nyitva van az út. Köszönöm szépen. Laci, kérlek folytasd, hogy te hogy éled meg ezt a jelenlegi időszakot, akár emberként, akár szakmailag, bármilyen szempontból szeretnélek meghallgatni. Igen, én úgy éreztem, hogy erre én nem voltam felkészülve. Semmilyen szinten nem gondoltam rá, hogy így kell majd átalakítani az életemet, meg a munkámat. Pont a múlt héten volt nálam egy hölgy, akinek a férje váratlanul viszonylag korán meghalt infarktusban, és nagyon haragudott rá, meg közben bűntudata volt, hogy emiatt haragszik rá, és fölidézett egy jelenetet, ahol a lánya egy éjjel 3-kor betöri az ablakot a könyökével, folyik a vér, és azt kiabálja, hogy nem erről volt szó. És rögtön tudta, hogy a lánya is nagyon mélyen és nehezen reagál erre a dologra, hogy mások voltak a tervek. És én őszintén bevallom, nem is kell nagy energia hozzá, hogy ezt én bevalljam, hogy én sem szeretem annyira a változásokat, hogyha velem történik. Tehát azt szeretem, ha másra történik, és én abból asszisztálhatok. Én nagyon jó vagyok ilyen változás kezelésben, csak ne rólam legyen szó. Mert ez engem is nagyon érintett, és azért átéltem ezt a részét, hogy akkor erre most hogyan is legyen a reagálás. És az egyik legjobb, amit idővel ki tudtam találni, az, hogy miután keresztül mentem néhány zavarodott időszakon, vagy ilyen megtorpant, vagy akár ilyen destruktív időszakon, hogy sajnáltam magam, hogy utána rájöttem, hogy elkezdem inkább kidolgozni a lehetséges reakcióknak a rendszerét, hogy egy nehéz helyzetre, egy válságos élethelyzetre hányféleképpen lehet reagálni ilyen alapvető szempontok szerint. És akkor rájöttem, hogy ez például jó lesz nekem, ha ezzel dolgozom. Úgyhogy bevonultam a garázsba, berendeztem egy ilyen videós, kis ilyen műhelyfélét idézőjelben, és elkezdtem ezt a koncepciót így fölmondani a telefonomnak. Nagyjából ilyen 5-10 fok lehetett, dideregve, ott egy telefonnal szembe, de úgy elkezdtem úgy élvezni ezt, hogy most valami kreatívba kezd átfordulni ez a dolog. És ki nem tudná azt, hogy minden ilyen cirkusz végül vagy humoros lesz, vagy nagyon tanulságos lesz, vagy nagyon építő lesz, tehát ha csak egy kicsit előre tudunk menni gondolatba, és én is ezt csinálom időnként, hogy ki tudja, mit hoz ez, lehet, hogy hihetetlen hasznos lesz végül is ez az egész dolog, hogy tömegeket állít át egy másik gondolkodás, viselkedésmódra, munkamódra, és így tovább, és ennek én is része vagyok. Most igyekszem ezzel olyan ügyesen alkalmazkodni. Már túl vagyok ezen a sok részen, harag, meg egyéb dolgok már rég lementek. Most úgy figyelem, hogy tudnék ebbe egy igazán kreatívan részt venni. De azért az úgy visszhangzik bennem néha, hogy nem erről volt szó, nem ez volt a tervem. És így igyekszem nem összeütközésbe kerülni a gondviseléssel. Mert amikor valaki, egyszer régen rájöttem, hogy valószínű azért akkora bűn a káromkodás a régi hagyományok szerint, pedig olyan jó esik néha, és nem is értettem, hogy miért kell akkora nagy dolgot csinálni ebből, hogy Isten nevét a szájadra nevelt, hogy miért ne lehetne néha egy jót káromkodni, és akkor rájöttem, hogy talán azért olyan első számú bűn ez, a zsidó-keresztény hagyományban, mert tulajdonképpen deklarálod, hogy szembefordultál a gondviseléssel. És tulajdonképpen akkora öngól, ha úgy vesszük ez a dolog, akkora
kiesés a világnak a harmóniájából, hogy te a kis individuum szembefordulsz a nagy egésszel, hogy ezt szinte büntetni érdemes, szinte így akartak figyelmeztetni minket a parancsolatok meg az írások, hogy ne, inkább a gondviselésre hangolódjunk, mint hogy ezt várjuk, hogy az egész univerzum hangolódjon arra, amit mi szeretnénk. Mert ő volt itt előbb, az univerzum, úgyhogy jó lesz, ha kicsit megtanulunk igazodni. Ez van velem. Nagyon köszönöm. Én azon szerencsés kevesek közé tartozhatom, aki azt a koncepciót, amire utaltál, már megismerhettem, és tükönölök, hogy minél több emberhez minél hamarabb bejuthasson. Ha te életedben ez lett a végtermék eszenciája annak a kihívásokat a időszaknak, én azt mondom, hogy már megérte, attól függetlenül, hogy nem erről volt szó. Én nekem nagyon tetszik, amit alkottál, úgyhogy egyrészt gratulálok hozzá, másrészt várom, hogy minél több emberhez minél hamarabb bejuthasson. Köszönöm szépen. Bence, kérlek, hozd meg velünk te is, hogy hogy éled meg ezt az elmúlt időszakot, illetve a jelenlegi időszakot, ami most már így folytatólagossá vált. Igen. Először is köszöntöm a kedves jelenlevőket, és köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy veletek lehetünk most egy színpadon. Ugye nekem a Covid-del való kapcsolatom, mint gondolom mindannyiatoknak, körülbelül 6-7 hónapja tart, tehát én februártól számítom ezt, mert januárban már volt a hírekben, de akkor még azt hiszem a legtöbben nem hittük el, hogy ebből bármi lesz. És én februárban, minden évben kétszer megyek el egy hónapra nagyon elvonulni, február, március és július. Úgyhogy én elmentem Thaiföldre, és ott ültem egy csodálatos trópusi szigeten, és akkor a magyarok elkezdtek írni, hogy Úristen, gyere haza, meg baj van, és mi ott nem éreztük egyáltalán Thaiföldön, Kína mellett közvetlenül, két országgal mellette, hogy baj lenne, és úgy éreztük, hogy Európában sokkal nagyobb a para. Tehát, hogy mit izgulnak ezek a magyarok meg európaiak ott, miközben mi Kína mellett teljesen úgy érezzük, hogy nincs gáz. Tehát akkor még ugye a tagadás fázis volt, mert még nem volt ennyire kirobbanva, de hazafele a reptéren már alig tudtam átcsusszanni, akkor már nem engedtek ki a tranzit zónából, és hazaértem után másnap jelentette be a kormány, hogy zárlat van. Tehát én épp visszacsúsztam, és ugye az Integrál Akadémiát és az Integrál Európai Konferenciát szervezem, tehát hogy állandóan ilyen sok emberrel vagyok körülvéve, és ez az Integrálban nagyon fontos, hogy élő együttlét legyen, mert nem csak kognitív infót adunk át, hanem ahogy ugye nálatok is a csoportozás meg kliensezés, a sorok között az energetikában, az együttlétben és a közös gyakorlatokban tanítunk. Úgyhogy nagy kérdés volt, hogy hogy legyen. Az első fél évben áttettünk mindent online, tehát megszerveztük az online világkonferenciát, és az Integrál Akadémia is online volt, és a csoportokat elhalasztottuk. Most viszont minden élőbe megy. És ennek én is nagyon örülök, tehát hogy élő csoportokat tartunk. És én azt figyeltem, hogy nekem a 20-as éveimben volt egy mesterem, aki ezt 6 évig jártam minden héten egyéniben meg csoportban. Ő volt az Underground Guru Magyarországon, úgy hívták, és még most is él, hogy Honti László. És ő mindig azt tanította nekem, hogy ha meg akarod érteni, hogy miért történik valami, akkor nézd meg, hogy mi a hatása. Tehát nem intellektuálisan kell elgondolkoznunk, mert akkor sok hipotézis eszünkbe jut, de nem tudjuk pontosan, melyik az igaz. Ez az elme, ami önmagában tekereg. De ha megnézed, hogy ténylegesen mit okozott a valóságban, mi valósult meg ettől, akkor arra mondhatjuk, hogy na ezért volt, vagy legalább részben ezért volt. Úgyhogy én elkezdtem márciustól figyelni, hogy mi változik az emberekben. Mit csinálnak másképp? És végeztem egy kutatást is, körülbelül 200 embert fölmértem, kulcsszavakat gyűjtöttem, mindenkit megkértem, hogy saját élményben mesélje, hogy miben más az élete most, és több csoportot felmértem, magyart és külföldit is, és szófelhőket gyártottam belőlük, tudjátok a szófelhő, a kulcsszavakat egy ilyen grafikai ábrába. És nekem az a summám az egészből, hogy ez miért történik, vagy mi valósul meg általa, amit mi az Integrálban úgy hívunk, hogy az ötös szintről a korai hatos szintre menés. Az emberekben megnőtt az empátia, lejjebb adtak az egoizmusukból,
elkezdtek a másikért aggódni, mielőtt önmagukért aggódnak, tehát hogy az empátia erősebb volt, mint az önérdek, az árakból mindenki lejjebb adott, könnyebben hozzá lehetett és lehet férni a dolgokhoz. Tehát egy szóval a szívközpontúság erősödött. És ugye, amit Viberiotnek mondunk, a modernitásban az érzelmeket és a szívet vagy egyáltalán nem használjuk, vagy nagyon kis padra ültetjük, és egy karakterpáncéllal védett, racionális, stratégikus ént élünk, és így sikert élünk el. És már 60 éve benne van a nyugatban, hogy ezt meg kéne haladni, és ott a posztmodern, ami a szívközpontú, érzékeny, empatikus, de nem tudtuk kollektíve meglépni. Terápiás csoportterekben, önismereti terekben megléptük, odakint az utcán, a társamban nem ment, beakadt a lemez. És azt gondolom, hogy ez az egész Covid, ez kiugrasztotta a tűt a lemezjátszóból, és kollektíve egyszerűen arra nevel és tart minket hónapokon, talán még pár hónapon, lehet, hogy összességében egy-két éven át kollektíve, hogy emberibbek legyünk, szívközpontúbbak legyünk, és remélhetőleg ez elég mély behatás, impact lesz a kollektívbe, hogy amit egyébként evolúciósan a következő színnek látunk, az jobban meg fog tudni valósulni. Szóval én ezt így személyesen így, ez az olvasatom róla. Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy ezen bevezető kör után is magától értetődő, hogy miért mondom azt egységesen mind a három beszélgető partnerem, hogy egy közös vonást találtam bennük, amely ilyen analitikusan közelítünk, amit a Bencétől tanulok, mert én az utóbbi időben sokkal inkább ilyen nagyon intuitív lettem, és szeretem benne ezt a precizitást, akkor azt gondolom, hogy ezen válaszok után egyértelmű, hogy miért mondom, hogy három bölcsemberrel van lehetőségem beszélgetni, és ez szerintem fontos, hogy a forrásokat megnézzük, hogy honnan viszünk magunkkal információt. Természetesen, ugye ez sokkal mindig az a lényeg, hogy bennünk mi párlódik le egy-egy információ alapján, és most számomra is inkább csak a raktározás a cél, hogy itt ülhetek veletek a színpadon, mert most kivételesen nem én beszélek, tehát rövidre is zárom, és cipzár a számra, hanem most inkább titeket szeretnék hallgatni. Viszont magas labda volt úgymond számomra ez, amit most mondtál a végén, Bence, úgyhogy én most önkényesen egy picit, egy pillanatra fel is rúgom azt a tematikát, amin utána majd visszatérünk. De én azt érzem, hogy mind a mellett, amit mondtál, hogy az elemzésed eredménye lett, emellett párhuzamosan én vélek felfedezni egy hatalmas feszültséget, egy strukturális feszültséget is a kollektív tudatban. Ez összefüggésben állhat ezzel a szintlépéssel vagy változással, vagy eredendően inkább csak az, hogy egy ilyen szokatlan komfortzónán túli dolog az, ami történik, és ez egyáltalán kérdés az, hogy ti is érzékeltek ebből valamit, mert azt látom, hogy akik ilyen nagyon szenzitívek a környezetemben, ők magukra veszik ezt az energiát, és sokszor indokolatlanul dühöt éreznek magukban, úgy, hogy eddig ez rájuk nem volt jellemző, viszont az elmúlt pár hónapban ezt elég erőteljesen megélik. Ez egy valós jelenség, ti is érzékeltek ilyesmit, akár a pacientúrában vagy csoportokon belül, és ha igen, akkor minek tudjátok be a folyamat kapcsán? Esetleg jöhetünk most visszafele jó. Is. Azt gondolom, hogy változás, igazi változás, amit úgy hívunk, hogy transformáció. A transformáció az az olyan átalakulás, amiből sose rendeződsz már vissza. Versus az átmenetileg megérsz egy magasabb lapotot, majd visszarendeződsz. Transformáció mindig megelőzi a diszkomfort, a feszültség és a komfortzóna elhagyása. És ugye terapeuták pont ezt csináljuk, hogy annak a művészete, hogy hogyan fogadja el valakit úgy, ahogy van, szeretet, de ugyanakkor hogyan konfrontált, és a kettő aránya, és vitt be abba a komfortzónába, amit magától nem tudna meglépni. Szerintem kollektíva ez történik, hogy egyszerűen nem baj, hogy diszkomfortos, megfeszült. Reméljük, hogy ez egy átérés lesz. Tehát az ego falai csak úgy lehet meghaladni, hogy az diszkomfortos. És ahogy te is mondtad, hogy jobban szeretsz másokat látni, átalakulni, de azért nem vagy hiánytese az önismeretnek és az átalakulásnak. Tehát mindannyian, akik ezt csináljuk, a magunk útján is ezt járjuk, és tudjuk, hogy
az átalakulás feszültségeltől és fájdalmas. Részben ennek tudom be, részben pedig annak, hogy egyszerűen diszinformáció van, nem tudjuk pontosan, szorongunk, félünk, tehát van egy ilyen józan, racionális dolga is, hogy ez nem egy tisztán definiált szituáció, meg pillanatról pillanatra átalakul. De nem baj, mert tanuljuk legalább a buddhista alaptételt is, hogy minden mulandó ragaszkodás szenvedéshez vezet, és most azt is kell tanulnunk, hogy elengedés. A görcsös ragaszkodás, ami szintén az ego egyik funkciója, most nem megy. Tehát megint csak azt mondom, hogy magasabb minőségeket iskoláztat velünk a sors, az univerzum. Köszönöm szépen, Laci. Amikor az a kérdés, hogy látok-e valamit a kollektív folyamatokban, akkor általában visszautasítom a választ azzal, hogy nem tudok rá válaszolni, mert nem látok kollektív folyamatokat igazából. Sőt, abban sem vagyok biztos, hogy amit én látok, annak van köze ahhoz, ami zajlik. Tehát például nem tudom, hogy pontosan hol kéne informálódnom jelen állapotban arról, hogy mi zajlik igazán. Azt érzékelem, hogy nem csak én, hanem akikkel én kapcsolatban vagyok, mindenhol ez van, hogy van egy ilyen dezinformátsági feszültség, hogy mi saját édesapám is, aki amúgy egy ilyen nagy hírek rajongó, meg nagyon sokáig abban a világban élt, hogy ami a hírekből lejön, az abból úgy ki tudja kombinálni, hogy mi van. És pár héttel ezelőtt legnagyobb meglepetésemre azt mondja ott a családi körben, hogy szerintem mostantól nem lehet tudni, hogy mi van. És úgy meglepett mindenkit ezzel, mert úgy tűnt, hogy erre ő épít komolyan. Hogy ez egy diskurzus alapja a családi kávézásoknál, hogy akkor mik a folyamatok, és feladta az öreg. És akkor innen sejtem, hogy valami kollektív dolog is zajolhat, ha apám belátta ezt, hogy mostantól nincsenek igazi fogódzók. Tehát én személyes folyamatokat látok jobban. Például a tegnapi tanfolyamomon van egy végtelenül kifinomult, intelligens, nagyon nagy önismerettel rendelkező coach tanítványomot, aki mikor arról volt szó, hogy ki hogy éli meg ezt a mostani helyzetet, akkor egész őszintén bevallott, hogy most nem tudom, a mikrofonban lehet, de ez egy idézet lesz rendben, tehát nem én mondom, ő mondta, tehát idézőjelben van, kurva dühös vagyok most már. És amire dühös, az ami zajlik. És amire dühös, az, hogy nem tudja, hogy kell kezelni. És hogy a támpontok megszűnnek, és irracionálisnak tűnik egy csomó minden. És szabályokat kell követni, amikkel nem értek egyet, és bele kell bonyolódnom abba a kérdésbe, amit már az Új Szövetségben is fölmerült, hogy kell-e adót fizetni, kérdezik Jézustól. És megkapták a bölcs választ, hogy add meg a császárnak, ami a császári, mert az van az érmén, az ő arca. De a válasz mögött még egy csomó új kérdés van. Hogy és akkor hogyan igazodjak, hogy csináljam jó szívvel ezt, hogy ne váljak dühössé, hogy ne váljak dezorientáltá. Sőt, mert fölmerül a kérdés, hogy vajon megtanultam-e életem eddigi szakaszáig, hogy kezeljem a bizonytalanságot. Hogy ez a buddhista örökség, ez nekünk átjött-e? Hogy ez az impermanencia, ez az állandó változási folyamat, ez az örvénylő, kaotikus univerzumba való ilyen tudatos megkapaszkodás, ezt hogy csináljuk? Szerintem nincs rá igazi hagyományunk. Nem tanuljuk az iskolába, a szüleink se ezt mutatják. Szüleink általában azt szokták mondani, hogy hogyan rögzíts magad valamihez, egy elképzeléshez, egy politikai nézethez, egy karrier, nem tudom, egy karakterpánchoz és a többihez. Úgyhogy most tényleg az vagy, itt állunk sokan ilyen picit úgy mesztelenül, vagy olyan eszköztelenül. Ezt nézni nagyon különleges. Ezt érezni magamon nagyon fura, de izgalmas. És akkor figyelhetünk arra is, hogy mit üzen a testünk. Ha? Igen, mert ha azon nem tudtuk eligazodni, már én magam sem tudom, mit gondolok, mit érzek néha. Ez a jó öreg test, az megmutatja. Csak így kapcsolódni próbáltam, hogy a könyvet címe vonatkozásában. Igen, nagyon szépen köszönöm. Őszinte válaszok szoktak lenni a mély kérdésekre itt a testben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Béla, kérlek. Én mondok egy hasonlatot először, én lovagolok elég jó, most már nem, de valamikor jó szinten,
És mikor először tanítottak, nem értettem, mikor azt mondta a tanár, hogy ha el akar veled venni a ló, akkor sarokkal küld bele a szárba, és szabályozd. És hogy ez valóban így van. Tehát ő el akar rohanni, de ha elkezdek játszani a szájával, akkor figyel. Ha figyel, és beleküldöm a szárba, még jobban figyel. Most mi bele lettünk küldve a szárba. Tehát, hogy ez nem fog befejeződni. És hogy ugye ilyen dolgok jöttek be csoport témába fölerősödve, hogy kiszolgáltatottság, kiszámíthatatlanság, biztonsághiány, mit lépjek, és hát ezek alapkérdések. Mondtad a tudattalant. Most nyilván, amikor ez gondolat lesz már, és megélés és kimondás, azt megelőzi egy csomó tudattalan történés, akár ugye, ha most keletiesen gondolkozunk, akkor szamszkára aktivizálódás, és hát ez cselekvésre ösztönöz. A cselekvés az pedig meghatározza azt, hogy én hogy kapcsolódok, és mi dolgom van vele. És hát itt most van egy ilyen, hogy mi dolgom van vele, hogy kapcsolódok ehhez, és ez nagyon sok szinten. És elkezdődött például egy olyan folyamat az emberekbe, bennem is ember vagyok, hogy mennyire hiteles a környezetem. És hát ugye itt lehetett ezt a mindennapos show-t látni, ahol egyenruhás emberek mondják meg, hogy mit csináljunk, és nem azok a szakértők, akiknek a véleményét közvetítik. Én azt szeretném, hogy a szakértő mondja a szemem közé, hogy ő mit gondol. És hogy hát ez elkezd majd, valószínű meg fog történni, hogy kérdések lesznek, a kérdéseket nem lehet elkerülni, hogy megválaszoljuk, és nem lehet ezt így elsimogatni, mert hát itt van a valóság, és ez a valóság, ez működik. Én azt is gondolom, ha most energetikailag nézzük, és ugye erre nagyon jó az asztrológia, a indiai asztrológiát, én egy kicsit ismerem a Jyotist, és ismerem ezt a, mi Magyarországon is többnyire használnak. Hát december 23-24-ig nincs béke, tehát hogy aktivizálódás van, és nem kevesebb, mint lassú bolygók, és ezek retrográdak, tehát egyre erőteljesebb lesz. Tehát nem csökkenés lesz, hanem inkább erősödés, és ez nem ijesztgetés, hanem erre számítani kell. Tehát az, hogy én ebben hogy igazodok el, mit kezdek, hogy változok, tudok-e változni, mennyire marad az meg, ez csak rajtam múlik, és milyen eszközöket használok ehhez. És hát ugye ez, hogy megveszem, vagy kicserélem, ez most egyre kevésbé fog működni. És talán visszafelé, hogy másféle eszközökkel próbáljam ezeket a kérdéseket, hogy tudom a biztonságomat mégis visszaszerezni, vagy hogy igazodok el akkor, amikor az eddigi eszközeim ebben nem segítenek, vagy hogy hallgatok másra, és mennyire a saját utamat járom, hát ezek nagyon-nagyon komoly kérdések lesznek, és hát valószínű ez nem egy kéthetes program. Tehát ez egy hosszabb program, még akkor is, ha az idő teremtett, de itt komolyan kell venni, mert ugye történnek velünk a dolgok. És ezek a dolgok mélyen működnek. Megkérdőjeleződik az, amit hozunk a családunkból. Megkérdőjeleződik az, amit a körzetünk, a kultúránk gondol. Megkérdeződik nagyon sok minden. Akár egy nagyon magas szinten, és akár a mindennapi szintenbe. És azt meg lehetett látni, hogy az ebből való kimaradás az nagyon lecsökkent, és a bevonódás megemelkedett. Lehet, hogy ez talán a legnagyobb eredménye ennek, hogy bevonódunk a folyamatokba, amit eddig hárítottuk. Tehát én emlékszem, hogy gyerekkoromban, hogy én Rákosiba is éltem, meg a Kádár korszakban is, hogy kettős kommunikáció volt. Tehát lehetett beszélni otthon dolgokról, de nem lehetett beszélni erről, mert akkor ez börtön vagy üldözés vagy valami lett, és az emberek iszonyúan óvatosan kommunikáltak. Most még mindig iszonyúan óvatosan kommunikálunk, egy kicsit ez bonyolultabbá lett téve, de haladunk afelé, hogy ne egyezünk bele.
se magunk szempontjából, se a hatalom oldaláról ne egyezünk bele. És ugye, ha nézzük a világpolitikát, hát döbbenetes dolgok futnak most, és nagyon örömteli változások vannak előkészületben és megvalósulás szintjén, de amikor csak az eseményeket nézzük, az rettenetes és elkeserítő. De azért ott van mögötte, amire így mind a hárban adtunk eddig visszajelzést, hogy ez egy óriási lehetőség is. És hát itt még visszatérve az asztrológiai példára, tehát azért, hogy a vízöntő korszak tényleg előbb-utóbb bekövetkezik, és ez a békés halak hülyét lehet velünk csinálni, úgy használnak ki bennünket, ahogy akarnak, stb. Most nem folytatom, az meg fog szűnni. Tehát, hogy ez érződik. Úgyhogy én még remélem, hogy 79 évesen sokáig élek, és ebből sok mindent megtapasztalok, vagy ha vissza lehet jönni, akkor sietek. Köszönjük szépen! Egy éles váltással, egy olyan téma felé kanyarodunk, ami azt gondolom, hogy nagyon sokakat foglalkoztat, és ez a párkapcsolat lesz, ez magasan, többszörös szavazatot kapott a többi témához képest. Mielőtt azonban megnyitnánk a párkapcsolat végeláthatatlan szelencéjét, mint témát, előtte hadd kérlek meg titeket, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogy állunk magunkkal, mint elfogadás, önszeretet, szeretet, és utána érintsük párkapcsolat vonatkozásában, mert azt gondolom, hogy magunkat mindenképpen először érdemes mikroszkóp alá helyezni a magunkkal való viszonyunkat, mielőtt párkapcsolatban azt mondják, hogy ő a hibás, ő tehet róla, ő miatta van az egész. És azt is szeretném, hogyha itt a magunkkal való viszonyunk témájában beszélnétek az önszeretetről, az önelfogadásról, és akár létezik-e olyan, most ezt így bedobom a közösbe, hogy feltétel nélkül elfogadom saját magamat, mert utána meg az lesz nyilván a kérdésem, hogy feltétel nélkül is szeretet egy másik ember irányába. Tehát kérlek, kezdjük onnan, hogy magunkkal foglalkozunk, és utána menjünk tovább a párkapcsolat felé. Megkérhetlek, Béla, illetve arra is, ha szabad, hogy egy picit tartsd már közelebb a mikrofont, légy szíves. Nagyon szépen köszönöm. Most ez személyes legyen, vagy általában emberi? A személy... Én hogy vagyok? Nem. Tehát általában... Igen. Igen, értem. Hát mostában foglalkoztam Wilbernek a partnerkapcsolati írásával, ez a ilyen 20-valahány oldal, és nagyon elgondolkoztam rajta, és megnéztem más oldalról is, tehát dinamikus oldalról, viselkedés oldalról. És hát ugye itt most, amit te kértél tőlünk, az az én. Hogy én hogy vagyok. Hát én hogy vagyok magammal. Most hát itt lesz később az önismeretről is, tehát én úgy vagyok magammal, hogy amennyit megenged az önismeret, annyit tudok magamról. Néha ebben vannak betörések, akkor tudom-e kezelni, vagy nem tudom. Ugye már itt volt ma a regresszió, tehát hogy regresszióba kerülök, vagy továbbfejlődök. És ezt vetítem rá a világra. Tehát egy állandó reflektív kapcsolatban vagyunk a környezetünkkel, a világgal, önmagunkkal. Ugye önmagunkkal az önismeret, a partner kapcsolatban vagyunk, akkor a partner kapcsolatunkban ugye bejön a te, akkor ha elég fejlettek vagyunk, rá tudunk erre nézni, kívülről tanútudatossága az lesz az az, és hogy általában, mint közösség, hogy éljük meg ez a mi. Tehát ha most Wilberesen nézzük, és majd itt nyilván, ha nem egyezik, akkor ez izgalmas, hogy akkor most te az ént kérdezted meg. Hogy az én hogy van ezekkel. A egész, most vegyük úgy, hogy az élet akkor kezdődik, mikor megtermékenyül a petesejt. Ott már elindul az én és a környezet. Tehát, hogy ez rengeteg adat van most már a magzati léten belül, döbbenetes dolgok derültek ki, tehát az, hogy én hogy vagyok,
az óriási mértékben meghatározódik azzal, hogy a környezetemben mi zajlik. És hát ezt, ha rosszul van, akkor azt nagyon nehéz rendezni. Ha jól van, akkor kapunk egy olyan előnyt, amit lehet használni, vagy ha nincs meg, akkor nagyon sokat kell érte dolgozni. És ide jönnek be ezek a szavak, hogy például vegyük ki, mondtad, megfenyegettél bennünket, hogy a feltétel nélküli szeretet is szóba kerül. Hogy a szeretet kapcsolatunk az, most vegyük csak így, hogy a megtermékenyítéstől, tehát az anyánkkal való kapcsolatunkkal indul, testileg is, és hát információba is. Tehát ma már az elméről ugye mondhatunk egy olyan megközelítést, hát Magyarország ez nincs annyira elterjedve, hogy testbe zárt, kapcsolatokban jelenik meg, információ és energiaáramlás szabályozás. Tehát ez az elme. És hát ez az elme elkezd működni. És ez az elme mindent szabályoz, ami csak történik. De az nem csak az anyával kapcsolódsz össze magzatként, hanem az anya környezetével is összekapcsolódsz magzatként. Majd, ugye most például a különféle családállításos, stb. Is megközelítésekben, hetediziglen az ősökkel is összekapcsolódunk, és így alakulok én ki. És ez egy nagyon hosszú, bonyolult folyamat. De most még egy nagyon durvát lépek. De én hogy lépek ebbe bele? Mert nem a petesejt vagyok valószínű, és nem csak a hímivarsejt. Valami még van. Az mit hoz ebbe? És hát ez nagyon izgalmas kérdés, hogy én hogy felelek azért most ebbe az életembe, hogy előzőekben én mit csináltam. Ugye ez a karma kérdése. Hát ez mind benne van ezekben a folyamatokban, és megjelenik úgy, hogy szeretet, megjelenik úgy, hogy szerelmes leszek, és akkor föllazulok, és óriási változási lehetőségeim lesznek. Megjelenik úgy, hogy felelős leszek a környezetemért, tehát például gyerekem lesz, vagy gyerekeim lesznek. Vagy elkezdek, ugye a két legmagasabb humán tevékenység a tanítás és a gyógyítás. Például elkezdek gyógyítani, vagy elkezdek tanítani. Hát ezek nagyon izgalmas kérdések, hogy most ebben én csak azt használom, amit hoztam a családomból, vagy esetleg olyan dolgokat is használok. Nekem ugye cukrászok az őseim, ez a öcsémben meg is nyilvánul. Semmi közöm a cukrászathoz. Na, szóval most ebben nem megyek, nem akarok túl személyesbe menni ebbe. Tehát én most így ezeket jutott hirtelen az eszembe, úgyhogy tovább is adom meg hosszú. Nagyon lesz. Szépen köszönöm, Laci. Folytatva akkor és ugorva a petesejt, hímivarsejt szakasztól a születés utánig, kicsit ezt a hagyományos pszichológiai nézőpontot is behozva, ugye, hogyha az ember megszületik egy jó családba, ott egy darabig mindenki örül neki általában. Akármit csinál, azt így díjazzák. És aztán sajnos ez elmúlik ez az idilli időszak, mert nem lehet akárhova bármikor kakilni, stb. Tehát egy idő után egy ilyen kontroll alá vonják az embert. Jó szándéka, de úgy szocializálni kell minket, mert nem lehet egy ilyen kis állatként ott működni, hanem ugye valahogy nevelődni kellene. De sajnos ez a nevelés, ez együtt fog járni azzal, hogy olyan visszajelzéseket kapunk magunkról, hogy valami nem stimmel, vagy hogy amit te itt ösztönösen csinálnál, az arra nem vagyunk vevők, ezt nem így kell, nem úgy kell. És nagyon hamar elérkezik az élménye szerintem minden embernek, hogy döntést kell hoznia, hogy most én csináljam azt, ami nekem jól esne, vagy csináljam azt, amire jó reakciókat kapok a szüleimtől. És tulajdonképpen elkezdődik egy meghasonlás, ami egy életen át tarthat nagyon sok esetben, és amikor valaki kiköt egy párkapcsolatnál, és ez az alapvető neurózis ugyanúgy maradt, ahogy gyerekkorában kialakult, hogy állandóan vívódik, hogy most nekem legyen jó, vagy pedig azt csinálom, ami neked jó, akkor ott nagyon hamar bele fog ütközni ugyanebben a mintázatban, párkapcsolati szituációban. Ezért tartom olyan fontosnak, hogy legalább ez a kettő együtt
kerüljön az asztalra. Hogy a párkapcsolati problémáimnak mindig lesz egy olyan aspektus, ami a magammal való problémát jelenti. Hogy föl tudtam-e valamilyen mértékig oldani annak a feszültségét, amit megkaptam a családomtól, a bölcsibe, az oviba, az iskolába, meg minden kortárs környezetbe, hogy valami nem stimmel velem, másmilyennek kellene lennem. Nem tudom elfogadni magam teljes mértékig, azt se tudom, hogy kell ezt csinálni. Ha megpróbálom magam elfogadni, egyből lelkismert furdalásom lesz, hogy ez nem helyes. Magamra nem mondhatok teljes egészében igent. Valami feszültséget fönn kell tartanom, különben elkényelmesedek, és elhízom, és ott maradok a kanapé előtt a popcornnal. Tehát valamilyen feszültséget fönn kell tartanom, másmilyennek kell lennem, ambíciókat kell táplálnom, és én úgy vettem észre, hogy a mai kor, mondjuk a nyugati civilizáció felnőtt emberének egy tipikus napi szintű betegsége az, hogy úgy gondolja, hogy ő neki nem így kéne kinézni, nem itt kéne tartani, nem ezzel az emberrel kéne élni, nem itt kéne lakni, nem ezt a munkát kéne végezni, nem ilyen anyagi helyzetek kéne, stb. Tehát egy végeláthatatlan sora van az önmagunkkal való vívódásnak. És ebből kigyógyulni szerintem ez egy önismereti út, amelyet én úgy fogalmazok, hogy egységnyi önismerethez tartozzon egységnyi önelfogadás és egységnyi önszeretet tanulása is. Mert ezt el is lehet különíteni. Vannak olyan utak, ahol az önismeretet túldozírozzák, például mindent megpróbálnak előbányászni a régi időkből, az ember már teljesen tudja, hogy baltázódott el, mondjuk kerestem a megfelelő szavakat ehhez, hogy hol sérült, hol sebződött, a szülei mekkora gázok, meg hogyan tolták el az ő nevelését, stb. Csak még mindig nincs eszköze arra, hogy ezt átölelje, ezt elfogadja, ezt megszeresse. Tehát az a szanszkrit szó, ami sok mindent jelent az én tudásom szerint, az egyik jelentés árnyalata, a Maitri szónak az, hogy feltétel nélküli barátságosság önmagunkkal, tehát erre nincs is szavunk, tehát ilyen körülményesen tudjuk csak leírni. És ez a már beszéltünk el a nyugati, keleti kultúrák közötti különbségről, hogy az én olvasmány élményeimben van egy ilyen, ahol a Dalai Láma először látogat az Egyesült Államokba, és ott van egy ilyen kör, ahol pszichológusokkal beszélgetnek, tolmácsolnak neki, és akkor előkel egy ilyen kérdés, hogy őszentsége, hogy mit gondol a self-hatredről, az önutálat, öngyűlölet jelenségéről, ami a fiatalok körében, stb. Mi kultúránkban, és akkor próbálkoznak lefordítani ott az öregnek, hogy de egyszerűen nincs, tehát a tolmácsa tudja, hogy ezt hogy kéne fordítani, ott a Dalai Láma sül, és mindenki vár, hogy érteni fogja-e ezt az egészet, hogy ez, és nem érti, úgy kell neki valahogy megmagyarázni, hogy ez hogy nyilvánul meg. Nekünk meg ez egy alapélményünk, az önutálat. És ebből kigyógyulni, itt jön a következő rész, de én most csak eddig a pontig vittem, hogy remélem majd még visszatérünk erre, mert engem nagyon foglalkoztat erről. Írtam a Mit üzen a lelked könyvet nagy részt, hogy innen indulunk, hogy szinte ezt megtanuljuk az önutálatot, de az önszeretetet már felnőtt korba kell általában hozzátenni, és hogy ez hogy legyen egészséges, az jó kérdés, nem? Mert az önszeretetről legtöbb embernek már eleve ez a narcizmus, egoizmus, mit tudom, mi jut eszébe, és pedig erre elég nagy szükségünk lenne. És aki boldog párkapcsolatban él, az tudja is, gondolom, hogy két fél, aki jól megvan magával, sokkal szebb dolgot hoz össze, mint akik nincsenek jól meg magukkal, és várják a másiktól, hogy valamit kompenzáljon. Csak röviden átvezetésképpen annyi, amit most mondtál, azért is tartottam fontosnak, hogy előtte magunkkal foglalkozunk, mielőtt a párkapcsolat témáját behoznánk ide a közösbe, mert nem úgy működik véleményem szerint egy ilyen relációban, mint a matematikában, hogy mínuszszor mínusz az plusz. Tehát, hogy a két ember nincsen jobban magával, akkor abban nem lesz egy boldog párkapcsolat garantáltan, hanem sokkal érdemesebb először magunkon dolgozni. Örülök, hogy ez a téma ezek szerint ugyancsak közös, így Bence, folytasd kérlek. Nagyon elgondolkodtató volt, amit mondhatok. Én most
A második házasságomban élek. Itt ül a feleségem az első sorban, és nagyon tetszik. Az első házasságomnak 9 éve lett vége, és a kettő között 9 évig nem tudtam újra kapcsolódni ilyen mélyen egy nővel. Tehát, hogy ennyi idő kellett, egyrészt feldolgoztam a válást, másrészt voltak már kapcsolatok, de hogy újra ennyire be tudjak mélyülni, hogy egy teljes összeérés és egy teljes igen, meg szerelem meg tudjon születni. Úgyhogy nagyon sok kapcsolatban voltam már sok fél évben a házasságon kívül is, ugye rövidtől közepes, meg sokat egyedül is. Sokat gondolkoztam ezen, hogy akkor párkapcsolat hogy is van. Azt gondolom, hogyha mélyen kapcsolatban vagyunk valakivel, házasságban például, és tudom, hogy te is elvált vagy, meg Béla, te is, rólad nem tudom ezt a hátteret, hogy mi a... Azt tudom, hogy házasságban érzed, de hogy előtte ő az első, vagy nem, de hogy a házasság és a komoly intim kapcsolatok azok nagy tükrök. Tehát kicsit tükörterembe kerülünk. Ez nem kerülhető el. Hogy el fog kezdeni idegesíteni sok minden a másikban egy idő után, és azt fogod hinni, hogy az azért idegesít, mert az, amit gondolsz, az ő benne van, meg odakint van. De valószínűleg az idegesítő faktoroknak egy része, ha nem mindegyik, belőled vetül ki. És ezen a ponton ugye vagy öntudatlan emberek maradunk, hétköznapi emberi lét, hogy nincs önismeret, nincs önreflexió, hanem a másikra mutogatás van, vagy benne vagyunk az önismereti úton, legjobb, ha terápiás, tehát terapeutánk is van egyéni vagy csoport, nem csak intellektuális, hanem organikus önismeret, és elkezdünk gondolkozni, hogy ami engem idegesít a másikban, az hogyan szól rólam. Az bennem mi? Mert ugye, mint spirituális, mint pszichológiai alaptétel, hogyha egy tárgy semleges, akkor nem vált ki belőlünk érzést. Vagyis ha valami történik odakint körülöttünk, amihez belül nincs kapcsolódás, se nem tetszik, se nem tetszik, hanem mindegy, semleges, akkor az észre se veszem, nem fog belendíteni. Ha bemozdít, akár úgy, hogy nagyon tetszik, akár úgy, hogy idegesít, akkor bennem van valami élő faktor, amit még nem vettem észre, aminek ez a tükre, vagy tükröződés. Tehát ilyen módon egy mélyebb és érettebb módon tudunk részt venni a párkapcsolatban. A másik, amit betennék, hogy én azt gondolom, hogy minden embernek van egy jó oldala és egy rossz oldala. Tehát a jó és a rossz bennünk él, bennünk van, így épül föl az egész univerzum. Nem csak az ember, minden, hogy a fény és a sötétség, mint két pólus közötti tánc tulajdonképpen az élet és az univerzum. És ugye a vallások ezt néha így megszemélyesítve a gonosz meg a jó kipolarizálják, de én azt gondolom, hogy nem, ez nem így van, hogy van egy személy Isten meg egy személy sátán, ugye ilyen személyesen valahol, hanem a világnak ez a két pólusa, yin-yang. Fehér, fekete, és a yin-yang azt mutatja, hogy ez állandóan egymásba tekereg. Tehát a dinamikát mutatja a yin-yang. Hogyha azt 3D-sen meganimáljuk, akkor ez egy állandó egymásba folyó dolog. Úgyhogy ez bennünk is így van, és egy középzónán élünk, ahol nem vagyunk túl jók, meg túl rosszak se. Tehát nem vagyunk szentek, de nem is vagyunk pszichopata bűnözők. Az átlag ember az a kettő között van. Ugye? És vannak átlag felettiek, akik szenté válnak, ha beizmosítják nagyon a jó, és átlag alattiak, akik mondjuk nagyon, nagyon mocskossá, gonoszá, rosszá tudnak válni. Ott nagyon ki van húzva a pólus. Na most a párkapcsolatban biztos meg fog jelenni mind a kettő, a jó meg a rossz, és nagyobb skálán, mint ahogy a kordában tartott szerep személyiségünkkel megjelenünk a hétköznapok színpadán. Tehát a párkapcsolat az egy erős trip lesz, erős menet lesz, csodálatos nagyobb jókkal, meg talán nehezebb, mély rosszakkal. És az önismeret egy fokán, ahol azt gondolom, hogy én járok, nem gondolkozom többé azon, hogy jó vagy rossz. Nincsen jó és rossz. Tehát nem megy bennem az, hogy basszus, most rossz, és nem kéne, hogy rossz legyen, hanem jónak kéne lenni.
hanem most ez van, most az van. És itt szeretnék talán még két gondolatot behozni, ha szabad. Az egyik az, hogy az önismereti út három fázisa, talán ezt is behozom most, azt majd később rá tudunk csatlakozni még. Az első fázis, amikor nem tudom, hogy mik vannak bennem, és hiszek valamit, hogy mik vannak bennem. Nincs önismeretem, csak magamról alkotott intellektuális képfestés. A második, amikor önismereti terápiában előjönnek a düh, a szomorúság, a fájdalom, az elfojtott dolgok, és persze a meghatottság, a szívnyílás is, de amikor előjönnek a úgymond rossz állapotok, akkor ebben a fázisában az önismeretnek azt akarjuk, hogy múljanak el. Aha, azért járok a terapomhoz, hogy többé ne legyek dühös. Hogy kidolgozzam magamból a fájdalmat, és többé már ne fájjon. Hogy ne legyek többé szomorú. És ezt is vetítjük a terapra, hogy na, a mágikus ő majd biztos ezt kiszedi belőlem. Szed ki belőlem, terapom, ezeket a rossz érzéseket. És eltelik néhány év, szerintem 3-6 év a minimál önismereti terápia egy normál embernek, nem klinikai, hanem normálnak. Eltelik pár év, és rájössz, hogy nem múlik el. Tehát kudarcot vallasz abba, hogy elmúljon belőled a düh, a szomorúság, a fájdalom. Hál' Istennek, mert azok örökké bennünk maradnak. És erre kell rájönni. Most már tudom, hogy van bennem, de megbékélek velük. Ez a harmadik szakasz. Megbékélek velük. És ha jön belőlem a düh, békébe vagyok vele. Ha jön belőlem a szomorúság, már nem bukkan föl, hogy ez rossz, és nem kéne lennie. Oké az egész. És ezt gondolom a feltétel nélküli szeretetnek, ezt a mély önelfogadást, és hogyha nyilván ez megszületik bennem, akkor azzal arányosan tudok majd a többi emberrel mélyebben elfogadó lenni. És az utolsó gondolatom, ígértem, hogy kettő van, szerintem a feltétel nélküli szeretetnek megvannak a feltételei. Különben mindannyian folyton azt élnénk, Krisztus mondta, hát azóta miért nem? Tömegesen miért nem? Mert megvannak a feltételei, hogy be tudjon állni a feltétel nélküli szeretet. Úgyhogy a feltétel nélküli szeretetet érdemes kultiválni magunkba, de nem szabad elvárni, hogy mindig abban az állapotban legyünk. Nem leszünk sosem mindig abban az állapotban, és nem szabad elvárni a többiektől, hogy ők, na mikor lesz már ő, főleg a párom a feltétel nélküli szeretet állapotában folyton? Soha. Épp elég jó, ha néha meg tudjuk tapasztalni a feltétel nélküli szeretetet és adni egymásnak. És nem véletlenül mondom, hogy megvannak a feltételei, erről szól, majd talán valamikor tudunk róla beszélni, amit a Wilberi hatos színnek mondunk, vagy empátikus postmodern self, hogy a pszichoterápiás szakma kidolgozta azokat a kommunikációs metódusokat, együttléti módokat, amik nagyon hamar előhozzák és bemélyítik a feltétel nélküli szeretetet. Na, ennyi gondolok így a párkapcsolatban. Köszönöm szépen. Most az jutott eszembe az integrál szemlélet kapcsán, hogy az egyik alaptézis, hogy az az igazán magasan fejlett személyiség, aki mondjuk egy relációban, egy kapcsolatban, minden interakció során, tehát minden találkozásnál nulláról tud indulni a másikkal szemben. Tehát azért megvannak a feltételei, azért nem nagyon magas szinten van. Illetve a másik dolog pedig az a gondolat ugye Fjodorovszkijtől, hogy ami nem tetszik bennem, azt vizsgáld meg magadban, ugye erről is beszéltél. Hogy ennek kapcsán, mielőtt tovább mennénk, Béla, szeretnél ezt hozzáfűzni valamit? Akkor viszont belemegyünk a párkapcsolat témájába, és ennek kapcsán egy erős felütéssel az első kérdésem az, hogy létezik-e olyan, hogy nagy ő egyáltalán? Ennek kapcsán pedig, amit mondtál is az előbb, Bence, hogy alapvetően amikor azt mondjuk, hogy egy párkapcsolatban másik egy tükör lehet, nagyon sok esetben, akkor van-e abban valami, hogy az ember kiválasztja zsáka foltját, hogy ő stimulálja benne azokat a dolgokat, amiket még fel kell dolgoznia, tehát egyfajta mesterként mondjuk kiválasztja a párját, hogy ő mindig megnyomja azokat a gombokat, vagy egyszerűen csak azért, hogy nem is ilyen tudatosan, hogy fejlődjön, de
Nagyon röviden, vagy nagyon visszakanyarodva inkább úgy fogalmaznám meg két kérdés, az egyik létezik-e nagy ő, a másik pedig, hogy mennyire tudattalanul, mennyire választunk magunknak olyan párt, aki ismerős nekünk, és előhozza belőlünk azt, amivel esetleg nem is nagyon akarunk szembenézni, vagy éppen felerősíti azt, amire vágyunk. Szerintem kezdjük visszafele, hogyha jó lehet így. Bence? Jó. Létezik-e nagy ő? Létezik-e Iker Lang? Azt is szokták mondani, hogy az ezoterikusabb vonalról, főleg a nők a pasiknak, hogy szerintem te vagy az Iker Lángom. Azt gondolom, hogy létezik nagy ő, de nem feltétlenül egy darab egy élet alatt. Én az első feleségemet a legnagyobb nagy őnek éltem meg, és azt hittem, hogy sose lesz még egy ekkora. Egy igazi nagy ő experience volt. A mostani feleségemet megint csak egy még nagyobb nagy őnek éltem meg. Hogy lehet, hogy kétszer megéltem a nagy ő élményt? Talán azért, mert csak az elme akarja egyhez kötni, hogy ha van, akkor egy lehet, és akkor bebirtokolni. Az univerzum ennél rugalmasabb és nyitottabb. Szerintem a nagy ő az egy élmény. Az nem egy darab birtoktárgy, hanem az egy élmény, amit ha van szerencsénk, akkor meg tudunk élni egyszer, vagy akár többször is, de azt gondolom, hogy ritkán. Tehát nagy őből nagyon kell, ha nem csak egy van, hanem mondjuk kettő vagy három, nagyon kevés van a nagy őből. Nagyon sokat kell keresni, sok pasival, nővel kell akár összejönni, akár megkóstolgatni, hogy ő az, mire tényleg megtalálunk egy nagy őt. És ugyanezt gondolom az Iker Lángról, hogy akár van ez, akár nincs, ha lenne is, nem biztos, hogy egy darab van. Nekem már sok nő mondta, hogy szerintem te vagy az Iker Lángom, és ez körülbelül azt jelenti, hogy gyere, legyél a párom. Csak ezoterizálva. Ha tényleg csak egy Iker Lángja lenne valakinek, akkor nem, akkor hogy tudná nekem ennyi nő mondani? Ugye? Tehát így valahogy matematikai nem stimmel akkor, már pedig a nők nagyon intuitívak, tehát rá szoktak hangolódni a kozmoszra. Tehát szerintem ez inkább egy metaforája annak, hogy valami mély lelki összecsengést érzünk egymás között, ami lehet annak a jele, hogy jöjjünk össze, de nem feltétlenül. Nem csak akkor van mély lelki összecsengés, ha össze kell jönni. És a másik fele, igen? A párválasztás tudattalanul vagy tudatosan nagy stimuláció, illetve azoknak a zsáka foltját, ez szeretnél ehhez, vagy benne volt a... Röviden, nem akarom elvenni az időt a társaimtól. Röviden, hogy ha valakiben annyira beleszeretünk, vagy érezzük ezt a lelki összecsengést, akkor ott valami többlet van. Ott valami lélektani többlet van, ami vagy a személyes, tehát a freudi gyerekkorból jövő többlet, vagy a karma a múlt előző életekből. Legvalószínűbben az egész együtt egyébként, egy egységcsomag. Azt látom, hogy azt szoktam mondani, hogy a jóisten nem pazarol, vagy az univerzum nem pazarol, tehát ha valamilyen nagy dolog összeáll, akkor abban nagyon sok jelentésréteg van egyszerre benne. Úgyhogy az biztos, hogy a lelki összecsengéseknél dolgunk van egymással, pozitív dolgunk is van egymással, meg megdolgozandó dolgunk is van egymással, az szokott kiderülni. Köszönöm szépen, Laci. Több szemüveget tennék most föl, mert bonyolult a kérdés azzal a nagy ővel, ha annyi aspektusa van, meg ráadásul olyan érzékeny tud lenni, mert nagyon erős hitek lehetnek a közönség tagjaiban is ezzel kapcsolatban, és hogy nagyon érzékeny, olyan, mint egy ilyen politikai nézet, hogyha most nem leszünk egy hullámoszon, akkor Laci, mondd meg, van vagy nincs? Tehát ezt várja a közönség, el kell dönteni. Oké. Okay. Ne próbáljam találgatni, mi van a közönséggel, meg nem is látom őket, úgyhogy végül is tényleg homályos az egész. De én tovább is ragaszkodom a szemüvegeimhez, remélem a végén lesz egy válasz. Van a tantrikus szemüveg, most föltennék, vagy annak az attitűdje, amiben a szerelem egyelő a nagy ővel való kapcsolódással, a szerelem isteni ajándék. Tehát nem tehetsz semmit, se ellene, se érte, hanem azt kapod. Amit tehetsz, az az, hogy ellenállsz neki, vagy hogy megadod magad neki.
Már valaki próbált szerelmes lenni, akkor lehet, hogy úgy mondj, hogy egyet ért ezzel. Van ebben valami. Szóval ezt akarni, meg elintézni, meg valahogy kimódolni, hogy én szerelmes legyek, ne, reménytelen. Viszont van az állapot, mikor ez így elönt. Sokszor teljesen váratlanul és készületlenül. Az gyönyörű. A pszichológiai szemüveget, ha föltenném, akkor úgy néz neki, hogy két erő is húz engem egy másik félhez. Az egyik a hasonlóság, a másik a különbözőség. A hasonlóság emlékeztet, biztonságot ébreszt bennem, vágyat arra, hogy valami olyan emberhez kötődjek, akivel nyugalomban, biztonságban, szeretetben, békében élek, és általában a szüleimnek, vagy édesanyámnak például, vagy apukámnak, attól függ, milyen nemű, azt az aspektusát fogja tükrözni, amellyel én jól tudtam kapcsolódni, és amit szerettem. És lesz egy ellentétek vonzák egymást színű erő is, ami meg arról szól, hogy ami belőlem hiányzik, ez a másik felem, ez a zsáka foltját effektus, ez is nagyon-nagyon erősen tudja dinamizálni a vonzódás élményét. Tehát abba fogok beleszeretni, aki ezt a kettőt valahogy oda kínálja nekem, én is ezt megérzem. És amikor ebbe bátran belelépek, akkor ez kibomlik. A kérdés az lesz, hogy fogom-e tudni tartani a biztonság élményt, akkor is, mikor kiderül, hogy ő nem apám, vagy nem anyám, hogy tök más ember, hogy ezeket csak megrezgette, ezeket a hullámhosszokat, de valójában ő másmilyen. És fogom-e tudni tartani a polarizációt kettőnk között, azt a távolságot, amiben az egyik a férfias, a másik a nőies, a yin, a yang, a maszkulin, a feminin energiába tud időzni időről időre, vagy pedig engedem és hagyom, hogy ez eltompuljon. És akkor elkezd ez a vágy, ez a vonzerő, ez a romantikus és erotikus vonzerő elkopni a dologból. És nem tudom, hogy hogyan tartsam ebben a tüzet, nem tudom, ennek a polarizációnak a gyakorlatát megvalósítani, akkor ott fog ülni, hogy úgy tűnt, hogy ő a nagy ő. És eltelt 3 hónap már, vagy eltelt 3 év, és már nem érzem ugyanezt. És az meg nagyon lehangoló. És akkor jön az a része a párkapcsolati topikoknak, hogy hogyan kommunikáljunk egymással, hogyan figyeljünk oda, szeretett nyelvek és egyéb dolgok jönnek, hogy ezt így fönntartsuk, ezt a dolgot. De az már egy másik fejezete ugyanennek. Szóval szerintem nagy ő nagyon is van, mindig más lehet, minden pillanatban az ideális nagy ő az egy másik konstrukció, ha én is változom, akkor a nagy ő is változik, a nagy ő lehetősége is mindig másmilyen lesz, ahogy én megyek az utamon. Néha van találkozás, néha telnek az évek, és sehol semmi nagy ő, és aztán van egy nagy ő, aztán megint semmi, és egy másik nagy ő, és megint semmi, meg ilyenek, hogy én vagyok a nagy ő 100 nőnek, az hogy is van akkor matematikailag, szóval pont ezek jönnek elő ebből. Van is, meg nincs is. Én nem javasolnám, hogy letegyük a voksot, hanem azt javasolnám, hogy tartsuk fönt a lehetőségét. És ha jön az isteni ajándék, akkor ugorjunk fejes. Köszönöm szépen. Béla? Hát én a jámaniábából indulnék, ami elég régi bölcselet, hogy a vége az, hogy is van a pranidána. Tehát az Istennel való azonosság átadás, az a nagy ő. Na most persze ez leosztva, hölgyekre, ha férfi vagyok, a megvalósítás fele segít, és akkor minden igaz. Tehát én sem gondolom azt, főleg ebben a földgyorsult világban, hogy egy nagy ő van. Meg olyat sem gondolok, hogy megvalósul mindegyik, hanem esetleg. És azt is gondolom, hogy először persze ez egy nagy találkozás, és mindegy egy kicsit Jungról beszélnék erről, de hogy ezt lehet mélyíteni és tágítani tényleg az Isvara pranidánáig. Tehát a másikban is van olyan mélység, ahol a felé halladok. Az, hogy meg tudjuk-e csinálni, az részletkérdés. Általában nem könnyű. Na most Jungnál van ez a anima animus, most nem akarom az egész személyiségmodellt elmondani, tehát nekem van animám. Ebben az animában valószínűleg elég nagy részt, hát ez a tudattalamban van, a tudatot tudattalant köti össze, de tudattalan.
szerepe van az anyámnak, a fontos nőknek az életembe, és ez a részem lefolytódott, ha egészséges a fejlődésem. Most már ugye ez egyre bonyolultabbá válik a genderbe, de ebben most nem akarok lemenni, hogy micsoda baromság az egész. De most, oké, tehát, hogy lefolytódik egészséges körülmények között, és a nagy ő előhozza, rávetül, és ez óriási energia. Tehát ez egy mindent legyőző energia tud lenni, aminek persze aztán sok következménye is lehet. És ez egy találkozás, tehát egy egyéválás, egy egységélmény. Az én határok föllazulnak, és hatalmas változások áll előttünk, mint egyénnek. Természetesen azt következik, amit itt már kezdtünk mondani, hogy elindul egy realizáció, elindul egy reflektivitás, tehát egy oda-vissza kapcsolat. Én szívesen beszélek erről, most csak akkor lehet, hogy hosszú lesz, hogy ez hogy megy át a különféle szinteken, és nincs időhöz se kötve. Tehát létrejöhet, mondjuk én 79 éves vagyok, és mondjuk egy 35 éves között is. Miért ne lehetne létrejönni? Hiszen nem a korunk találkozik, hanem olyan részünk találkozik, amely mind a kettőnkben eddig valószínűleg részlegesen ismert, és itt egy teljesség alakul ki. Az ugye kulturális dolog, hogy mit hiszünk erről, meg saját hiedelemrendszerünknek a kivetülése, amikor minősítjük. De aki ezt megéli, az nem a korkülönbséget éli meg benne, hanem valami nagyon mély egységet. És hát ez itt a spirituális úton is azért megfigyelhető, és nem feltétlen nemhez kötötten van. Tehát mikor valaki a guruval azonosul, hát az is egy nagyon mély kapcsolat tud lenni. De most térjünk vissza az átlag, tehát a férfi-nő kapcsolati megjelenésre, és hát nyilván ez egy kultúrában úgy jelenik meg többnyire, hogy a kultúra szabályozza. Ha nem úgy jelenik meg, akkor nagy figyelmet kap. Most ugye ez zajlik világszerte, nagyon felerősödve. De az emberi fejlődésnek ez elkerülhetetlen fázisa. Tehát én rendeztem drámát sok mindenkinek, tehát például homoszexuális fiúnak is, aki eljátszotta, ahogy várja a párját, aki egy másik fiú. Hát nekem így égnek át a hátamon a szőr, és az a fiú, aki ki lett a csoportból választva, annak a párjának, aki majd megérkezik a légyotra, hát ez egy nagyon nagy feladat volt. De én nem láttam különbséget az ő bevonódásába és szerelmi állapotába a heteroszexuálisokkal összehasonlítva. És át tudtam lépni ezt a határt, és tudtam úgy vezetni neki a játékot, hogy ő megjelenítse a színpadon azt, ami ő benne van, mert nekem vezetőnek csak ennyi dolgom van. Nem kell más csinálnom. És hát többenetes volt az, hogy hát nem nagyon volt különbség. Se az előző játékokban, se az utána jövő játékokban, ebbe a szerelmi feloldódásba, felvonódásba, agódásba, szorongásba, kiszolgáltatottságba, ezek ugyanazok voltak. És hát ez azért sokat hozott nekem így a belső gondolataimba. Még egy pillanatra visszamennék Junghoz, hogy az, hogy én hogy kezelem a szerelmet, annak lesz egy olyan következménye, hogy hogy kezelem a tudattalanomat. Hiszen a szerelmi állapot a tudatos és a tudattalan közötti egyik nagy összekötő kapcsolat. Tehát ebbe az állapotba elindulnak olyan belső folyamatok, amik szerelem nélkül nagy valószínűséggel nem történnének meg. Most az, hogy én ebből mit viszek föl a tudatomba és használok későbbiekben, és érettebb lesz a személyiségem, az nagyon függ attól, hogy mit kezdek ezzel, és hogy használom fel. A mostani felgyorsult
életbe. Hát ugye én most már három generációt is személyesen megéltem, 41-ben születtem. Érdekes változások vannak ennek a kulturális szintjén és a társadalmi szintjén, hogy mi is történik, és hát most ugye itt épp egy kulturális tágítást csinálunk erről a fogalomról, és nagyon örülök, hogy ezt elkezdtük. Ha majd lesz rá lehetőség, akkor elmondanék egy-két mintát, hogy ez hogy is zajlik, és hogy lehet ezt még később mélyíteni is. Tehát ez nem feltétlenül a megszűnés felé kell, hogy menjen. Vagy a szürkébb átalakulás felé, ez a gyakorlat, de azért ezt lehet másképp is csinálni. Most a szerelem vonatkozásában mondod, Gyula? A szerelem, igen. Meg egyáltalán a párkapcsolatnak a tartósága, a mélysége, az többféle szempontból lehet ezt nézni. Én nagyon szívesen, na, ez majd lesz kérdés, akkor ebbe belemennék, de most ezt sokat beszéltem, úgyhogy most megállom. Én bármeddig hallgattom, vagy hallgatnám, itt azt gondolom, hogy ezt a témát fogjuk körüljárni még ebben a blogban, és ehhez kapcsolódóan valószínűleg ez ide kapcsolható, vagy releváns lehet. Én itt, amit emlékszem veled kapcsolatosan egy beszélgetés, ahol konkrétan azt fogalmaztad meg, hogy a szerelem az nem más, mint egyfajta projekció, amikor a másik személyre vetítem ki azt, amit én magamból akarok látni, hogy ő tükrözze ezt vissza ránk. Ezért vagyok nagyon izgatott azzal kapcsolatosan, hogy hogyan látod azt a részét, hogy hogyan lehet ezt továbbvinni úgy, hogy ez ne halljon el, mert amire Laci is utalt, hogy akár 2-3 év múlva, amennyire voksolják átlagosan a szerelem aktív időszakát, amikor lemegy a rózsaszín rész, és akkor azt mondja, ez ki? Tehát, hogy nem erről volt szó. Ugye, te mondtad, hogy nem ezt ígérték, nem erről volt szó, és akkor ott valójában akkor jön az, amit Bence is mondott, hogy akkor nézzük meg magunkat, hogy miért zavar benne ez, meg ez, meg ez. Hogy ez most akkor hogy van ez a része, hogy a szerelem akkor most egy valós dolog, vagy tényleg csak egy projekció, egy kivetítés a másik személyre, illetve hogyan lehet akkor utána azt az időszakot, és ez a következő kérdés, hogyha lehet, akkor visszafele menjünk a válasszal, hogy amikor lemegy ez a nagyon-nagyon aktív időszak, akkor hogyan lehet ezt tovább életben tartani, ezt mesterségesen kell, vagy ez is jön magától, ha tényleg jó párt választ az ember. Szerintem ez sokakat foglalkoztat, nem véletlenül kapta azt a sok voksot ez a téma, hogy ezt akkor tudjuk már meg végre tőletek. Tehát ha induljunk a projekció szóból, ugye a projekció azt jelenti, hogy valamit, ami bennem van, nem tudok elfogadni, kivetítem a másikra, aki persze meghívja ezt a projekciót, tehát ő se ártatlan benne, hogy projektálok rá. Hátrány az, hogy elvesztem, mert a másikba élem meg. Na most, ha a Jungba gondolkozunk, akkor a bennem, én ha férfi vagyok, akkor bennem lévő anima képet, ami ugye nem tudatos, sejtelmes, és kis dolgokat tudok belőle, azt rávetítem egy hölgyre, ha mondjuk heteroszexuális vagyok. És benne élem meg. Most az, hogy ő erre hogy reagál, az elindít egy folyamatot, hogy ez a tudattalan rész, ami most kivetült valakire, akibe szerelmes vagyok, és a lába nyomát is szeretem, akkor ez elkezd tudatosulni. Mert ugye eddig kivetítettem rá, és ő benne élem meg. Na de hát ez a másik, nem az én projekcióm tárgya csak, az egy ember, aki meghívta ezt a projekciót. És hát itt sok variáció, hogy ki mennyire, meg mit tudom én, mennyire szerelmes az idő, meg szóval sok minden van ebbe. De egy folyamat úgy fog elindulni, hogy a tudattalan tudatosul. És az önismeret az nem más, mint a tudattalanom tudatosul. Ha igazán megdolgozom, akkor tudatosan használhatóvá válik. Tehát ez, ami rávetült a másikra, az tudatosítható. És akkor ide jön be az a dolog, hogy ha én ezt a folyamatot minél tudatosabban csinálom, akkor mélyül ez a dolog. Tehát a projekciónak a felhasználása az az, és ezen mindig vita van, mert azt szokták vitatni, de hát az a másik, akire kiprojektáltam, az olyan. Nem. A projekciónak az a haszna, ha fölismerem, hogy kiprojektáltam,
és visszavonom magamra. Megakadályozni nem tudom, olyan élő ember nincs, aki megakadályozó, hogy projektáljon. Vagyis, hogy szerelmes legyen, legfeljebb a tárgya lehet sokféle, de az, hogy én ezt visszavonom magamra, és felhasználom, az egy érési folyamat, ezt akár önismeretnek is hívjuk. Most nyilván a szerelemnek a legmélyebb állapotában ennek nagyon kicsi az esélye, mert hiszen csoda a másik. Ugye, és akkor én abba fürdök, és benne vagyok amennyire csak lehet, mindenféle szinten, ha egészséges vagyok, ha nem vagyok egészséges, akkor részlegesen. És hogy ennek a fázisa a földolgozás. És ez elősegíti az esetleges nagy őnek a megváltozását is, mert hát nyilván, ha megismerem magamat, hogy ő benne miket véltem, és azt most én hogy vagyok azzal, akkor ez nekem egy nagyfokú önismeret emelkedést jelent, és akkor a majdani esetleges következő ő, aki tárgyként tud szerepelni, hogy újra a már megdolgozott projekciómat rávetítsem, mert projekció mindig lesz, amíg csak nem Isten vagyok, tehát addig kivetitek, vagy az az energia, vagy mindegy, minek hívjuk, akkor ez egy folyamatos változás. És akkor most itt egy kicsit konkretizálnék. Tehát ugye az, amikor te azt mondtad az elején, hogy az én hogy van, hát minél jobban ismerem magamat, annál inkább tudok egy ilyen föloldódásban úgy benne lenni, hogy fejlődjek és tanuljak belőle később. Na most, ehhez meg kell ismerni magamat. Tehát ugye nagyon sokszor van olyan, most mondok ilyen terápiás általánosításokat, hogy ahhoz, hogy elmeneküljön otthonról, találkozik egy másikkal, aki szintén el akar menekülni otthonról, és egymásba vetítik azt, amit nem kaptak meg gyerekkorukba, szülőkapcsolatukba, és megélik. Tehát ilyen 16-17 éves iszonyú mély szerelmek tudnak lenni, meg is születik a gyerek, mert itt rendszerint hamar születik, és 20-valahány éves korukba szembenéznek azzal, hogy hol vagyok én ebbe, ki vagyok én. És már nem ez a fogja motiválni, ez a nagy szerelem az életüket, hanem hát elkezdik élni az életüket, és lehet, hogy kiderül, hogy nem tudnak. De az is lehet, hogy kiderül, hogy az életet együtt élik, mert ebben a folyamatban egymást segítve, fejlesztve benne tudnak lenni. És akkor itt jön a kérdés, hogy hogy. Tehát az én után, hát a te jön. Megismerni a másikat. Az élet állandóan megteszi, hogy belevisz bennünket, hogy a tett fölismerjük a másikba. Hogy lehet ezt fokozni? Hát úgy lehet fokozni, hogy bele képzelem magamat a másikba. Tehát vagyok egy helyzetben, mondjuk egy nagyon jót beszélgettem a csodálatos barátnőmmel, akivel az egész életemet le akarom élni, aki mindenem az övé, és mindene az enyém. Tehát ilyen állapotban vagyok. És akkor leülök, és elkezdem fölidézni ezt az együttlétet. Úgy, hogy belebújok belé. Most akkor mit csináltam? A projekció tárgyával azonosultam. És elkezdem megnézni, hogy ő hogy láthatta ezt az együttlétet. Ez lesz a te oldala. Hát erre lehet nagyon érdekes gyakorlatokat folytatni, most ebben nem mennék bele, mert nem egy pszichoterápiás helyzetben vagyok. És közben elkezd köztünk kialakulni az a fantasztikus állapot, amit hívjunk minek. Hogy mi ketten, mi egy tökéletes pár. Megnézhetem utána, hogy én hogy vagyok általam megélt mivel. Aztán ez a könnyebb oldala látszatra, belebújok a másikba, és megnézem, hogy a másik hogy van a mivel. Aztán belebújok a másikba, és elkezdem megteremteni az én mimet, vagyis megérezni, hogy a másik hogy éli meg a mit. És hát itt már nagyon kemény dolgok tudnak lenni, és ettől ez a mi érzés, ami ugye a föntartása a kapcsolatnak most már nem csak a érzelmi szinten, hanem egy nagyon mély fejlődési folyamatban, az egyre inkább ismerté válik, és átjárható lesz. Ja, amiben például egy esemény, hogy
mit tudom én, megcsaltam. Most nézzük meg ezt a, ugye ez szokott az egyik tragédia lenni, a válások komoly százalékban ennek ez az oka. Na de az a mi kapcsolatunkban hogy jöhetett létre, hogy én a másikkal szexeltem? Miért történt ez meg? És ezt oda-vissza megdolgozhatjuk. Óriási fejlődési lehetőség. Alapvetően hálásak lehetünk ennek az eseménynek. Mert ha nem történik meg, akkor ezt a részünket nem ismerjük meg, hogy mit kezünk, hogy vagyunk a féltékenységgel. Miért tartozik az hozzám, hogy hozzám kell hűnek lennie? Milyen alapod? Mit teszek én azért, hogy hű legyen a másik hozzám? Lehet, hogy nem eleget. Kiderülhet. És ezek mind-mind ezt tágítják, és mind az önismeret fele visznek, és a tudattalamból egyre tudatosabb kapcsolat lesz. És hát én, ha a saját életemet nézem, ugye én kétszer váltam el, nekem mindig tartós kapcsolataim voltak, mert nem, tehát ha nem volt intimitás, akkor nem éreztem jól magam. Most itt leszámítva a 20 éves házi bulik szintjét, azt most nem veszem figyelembe. És óriási tanulások voltak ebből, és általában azon szakadt meg a kapcsolat, így utólagosan, hogy már ez a kölcsönös mi fejlesztés elakadt, és nem ment. Megismétlődött négyszer az, hogy a társam féltékeny volt rám és a sikereimre. Nem a szexuális, tényleg nem nagyon mentem szexuális kapcsolatokba bele. Lehetett volna sok, valószínű, de nem érdekelt. Viszont az, hogy sikeres vagyok, és ő esetleg nem olyan sikeres, azt eddig nem sikerült egyetlen tartós partneremmel se meghaladni. És biztos van vele dolgom. Úgyhogy most így 79 évesen azt gondolom, hogy egy hosszú egyedüllét után nem biztos, hogy az életemben nem lesz még, hogy esetleg dolgozzak ezzel. Eddig ez kudarcként élem meg. Most azért mondtam ilyen személyes példát, meg kicsit lehet, hogy abszurd is, bár nekem reális, hogy ez így van, és önismeret szinten én nekem rengeteget hozott a előző nagyőkkel való sikertelenség, mert az elsősorban magammal való sikertelenség, ha önismerkedek vele, azzal együtt, hogy ő is benne van nyilván. Tehát ez nagyon izgalmas. Ha valakinek van kedve, akkor ezt a könyvben nézze meg, amit a Wilber erről ír, elég jól körbe van járva. Integrál meditáció a címe, magyarul megjelent, és szerintem jól is van fordítva, tehát érdemes megnézni, és vonatkoztassák magukra. Na most ez az egyik megközelítés, de most én itt elzárom magam. Köszönöm szépen! Laci, kérlek! Röviden szeretnék utalni egy sikeres párkapcsolatra, ami a szüleimé, 55 éves házasok ők, és megkérdezve őket a titkukról, de ott is nem a nagy kérdésről van szó, mert azt az egyik titka annak, hogy még együtt vannak, szerintem, hogy őszintén bevallották, hogy nem a nagy ők egymásnak. Viszont ezzel nagyon jó megvannak, hogy az élet őket egymás mellé sodorta, és elkezdték ezt a kapcsolatot építeni és szeretettel feltölteni. És most két boldog embert látok magammal szemben, mikor ott ülnek a kanapén egymás mellett. És nekem is nagyon nagy boldogság. Tehát van itt valami, ami a nagy ön túl is egy rendkívül szép és izgalmas kérdés. És nekem az egyik példaképem a Mladic Slaven, remélem mindenki ismeri, mert később magyarosította a nevét Szamos Mátyásra, és a Szamos Marcipán birodalomnak volt az atya. És van egy kis cukrászda a Pilisvörösváron, ahol ő indult, és pár évvel ezelőtt találkoztam a 90 éves feleségével.
Tehát ugye a Mátyás már rég nem él, de a néni még élt, meg lehetett is vele beszélni, és akkor megpróbáltam meginterjúvolni a kis kerti asztalnál, és szóba állt vele, nagyon örültem neki, és megkérdeztem, hogy hát egy-két fölvezető kérdés után, mert az udvariassági részt úgy éreztem, hogy oda kell tenni, nem ismerjük egymást, de utána rögtön arra kérdeztem rá, hogy a kapcsolatuk titkáról mesélne, mert az is egy nagyon hosszú és szép házasság volt. És amit Béla mondtál, arról jutott eszembe, hogy valamit ők ott jól tudtak pozícionálni, mert így fogalmazta nagyjából a Szamos néni ezt a dolgot, ezt a titkát, hogy én hagytam a Mátyást dolgozni, ő meg hagyott engem hisztizni. Hát, hogy igen. Tudott a Mátyás valamit, hogy engem hogy kell kezelni, ha én kiborulok, hisztis vagyok, ha én ilyen érzelmes dolgaim vannak, azt ő elég jól kezelte, hagyott. Nem bántott ezzel, nem fogott vissza. Én meg élveztem, hogy sikeres, élveztem, hogy dolgozik, hogy ezzel odáig van, ezzel a munkájával. És azt hiszem valahol a David Deidának, szintén egy ilyen párkapcsolati szakértő, olvastam ezt így nagyon lerövidítve, hogy a feminin és a maszkulin energiában lévő férfinek és nőnek, tehát hogy a férfi férfias, a nő nőies egy kapcsolatban, akkor ébresztő. Ez még belefér, hogy mi legyen ott az üzenet, hogy nagyon szerencsés, hogyha a férfi azt tudja üzenni minden mozdulatával a nőies nőnek, hogy csodálak, szép vagy, gyönyörű vagy, szeretlek, valami ilyesmit, és a feminin oldalról a maszkulin felé meg megy ez egy ilyen üzenet, hogy elismerlek, tisztellek, nagyra becsüllek, valami ilyesmi. És ha ez a kettő, tehát egyik oldalról a tisztelet, másik oldalról a csodálat áramlik ebbe a kapcsolatban, jó dolgok születhetnek belőle. Ezt én is igyekszem tanulmányozni a gyakorlatban, és így beültetni, hogy működik ez. Nagyon köszönöm. Bence? Emlékeztes kérlek, mi volt a kérdés, mert annyira elvarázsoltak a mondókájukkal, hogy már nem emlékszem pontosan a fókuszra. Az volt a... én sem tudom egyébként, de mert nem, az a... Lacinál féltem, hogy ezt meg fogja kérdezni, és azon gondolkoztam, hogy megúsztam. Péter, és erre Bence... Ami most jön belőled, maradjunk a flow-nál, hogy most, ahol tartasz, mit kérdeznél? Azt, hogy jó-e nektek az, hogyha a szünet után azzal folytatjuk. Nem, tényleg csak az a, ami engem foglalkoztat, egyébként az volt a kérdés eszenciája, hogy a párkapcsolaton belül, amikor már a szerelem ez a 2-3 év után lemegy a függöny, és ott, akkor most azt mondta, hogy Jézusom, ez ki, nem ezt ígérték, akkor azt hogyan lehet mesterségesen, szükséges-e ezt technikákkal életben tartani, vagy ez ösztönszerűen az a része megy, hogy akkor most ez van, és akkor így élünk tovább. Tehát önmagában, ugye a szerelem vonatkozásában az, amikor a kémia dolgozik, és ez a, ugye itt még azért is volt ez a projektálás része, hogy akkor most mennyire a zsáka foltjától vezettük át, azon keresztül, hogy a másik fél az visszatükrözi, magamba leszek-e szerelmes tényleg, igen. Vagy a másik személyét tudom csodálni. Egy nagyon kedves bölcsbarátom itt ül a sorok között, ő úgy definiálta a szerelem és a szeretet közti különbséget, hogy a szerelem az egy csodálat megfigyelés nélkül, a szeretet az pedig egy csodálat megfigyeléssel. És hogy ez is lehet egy alapjának a kérdésnek, hogy te hogy látod ezt. Mert hogy majd a szünet után pedig azt gondolom, hogy majd azzal lesz érdemes egy másik témánkat is érintve, hiszen a 8-ból egyet már le is tudtunk így a témák közül az első blokkban, hogy ha azt nézzük, hogy önmagunk megtartása, akkor hol van a határ az, ameddig azt mondom, hogy kezelem a hisztit, és mindenképpen, hogy hol van az, hogy nem, én vagyok a férfi, én vagyok, vagy éppen a nő, kiállok magamért, és hol lesz. De ez a következő, de ez a válaszom arra lett volna, hogy mi van bennem, hogy mit kérdeznék. Igen. Most, mert már közben ezen gondoltam tovább, de kérlek zárd a kört azzal, hogy te hogy látod ezt a szerelem, szeretet vonatkozását a párkapcsolatokban. Jó, azt a fókuszt tetted be, hogy amikor csökken az kezdeti szerelem heve, utána, és a kivetített projekció apad, az amint egy áram, ami odalocsan,
és hiába látjuk mellette esetleg a másiknak a gyengéit, nem érdekel, mert annyira oda van locsanva a projekciónak az árja, és mint egy ár így vonul le, tehát így csökken, így apad. És szerintem az a kérdés, hogy amikor leapadt, maradt-e ott valami, ami minket összeköt? A lélek szintjén, lelkileg. Lelkileg érzem-e azt, hogy hozzátartozom, összekapcsolódunk, egyek vagyunk, összetartozunk? Mert ha igen, akkor szerintem együtt maradunk, vagy jön egy követ, nem tudom, hogy örökre, de vagy egy következő szakaszra, az biztos. Ha meg nem, akkor nem érdemes erőltetni, akkor hiába bármilyen technika szerintem, az műtermék. A technika akkor legyen, ha maradt utána valami, ez az összetartozás, akkor a technika az rá tud segíteni. Tudod? És talán azzal zárom ezt a gondolatot, hogy én éltem 7 évig San Franciscóban, Amerikában, és fantasztikus terapokkal, meg mesterekkel ismerkedtem meg. Az egyik közülük Warren Farrell, a modern férfi mozgalom egyik atya, aki John Lennonnak is a terapeutája volt a 80-as években a John hozzájárt férfi csoportba egy szakaszon, New Yorkban. És elmentem Warrennek egy hétvégi workshopjára csoportvezető társnak. Volt olyan megtiszteltetés, hogy bevett. És együtt vezettünk egy párkapcsolati tréninget, ahol csak párok voltak. És képzeljétek el, hogy láttam rögtön az elején, a párocskák ültek és csinálták a gyakorlatokat, hogy ki az, aki együtt fog maradni, és ki az, aki nem. Lehetett látni rajtuk, hogy ki az, aki azért jött, mert úgy érzi, hogy a kapcsolatukban töltet van és fejlődni akar, vagy akár egy következő szintet megugrani, és ki az, aki azért jött, mert már eldöntötte a szívébe, hogy szét fog menni, csak még be akarja bizonyítani magának és a másiknak, hogy ezt a kört még megteszi, mielőtt elválik. Ez persze egy szubjektív élmény volt, tehát nem tudtam utána követni, hogy tényleg együtt maradtak, de hogy így szóval nagyon erősen nem készültem rá, hogy ezt fogom figyelni, hanem egyszer csak elkezdtem így látni, hogy Úristen, úgy érzem, hogy ők együtt maradnak, ők nem. És ez ugyanolyan, mint a szerelem, hogy nem tudni, hogy mit, szóval nem lehet se fékezni, se akarni, hanem vagy jön, vagy nem jön. Szerintem, ha levonul a kezdeti nagy ár, akkor meg kell nézni, hogy ott maradt-e lelki összekapcsolódottság, az is olyan, hogy nem lehet se fékezni, se erőltetni, vagy ott van, vagy nem, és ha igen, akkor az arra lehet építeni. Nagyon köszönöm.